iskolánk és a Művészetbarátok Egyesülete között immár 3,5 évtizedet tartó együttműködés keretében megrendezett Őszi tárlat megnyitóját. Kiemelt tisztelettel köszöntjük Károly Éva művésznőt, akinek alkotásaiból ad reprezentatív áttekintést a most megnyíló kiállítás. Az idei őszi tárlatunk még különlegesebb, örömtelibb abból a szempontból, hogy hármas jubileumot ünnepelhetünk. Iskolánk névadója Neumann János születésének 120. évfordulóján a Neumann János Számítógép Tudományi Társaság nagyszabású megemlékezés sorozatot szervez, mely programba iskolánk is bekapcsolódott számos rendezvénnyel. A mai kiállítás rendező felek a Művészet Barátok Egyesülete és a Neumann János Informatikai Technikum pedig az ebben az évben fennállásának az 50. illetve 35. évfordulóját ünneplik. 1973. április 5-én alakult a Budapesti Műgyűjtők és Műbarátok Köre, a Művészet Barátok Egyesületének jogelődje. 1988. szeptember 1-én pedig elindult iskolánk első tanéve. 1973 óta kiállítások sokasága, ismeretterjesztő, művészeti előadások népes hallgatósága, kiadványok, könyvek megjelenése bizonyította a Művészet Barátok Egyesületének életrevalóságát. Az 50 évből 35 év úgy telt el, hogy az Egyesület tagjaival ősszel és tavasszal színvonalas tárlatoknak adhatott otthont iskolánk. Nagy tisztelettel köszöntjük a fáradhatatlan szervezőt, vezetőt, a Művészet Barátok Egyesületének elnökét, Gerő Tibor urat. A megjelentek nevében is gratulálunk Gerő Tibor úrnak, aki a művészeti ismeretterjesztést több mint fél évszázada megingathatatlan elhivatottsággal és közösségteremtő erővel szolgáló munkája elismeréseként Magyar Arany Érdemkeresztet kapott augusztus 20-a alkalmából. Ugyancsak nagy szeretettel köszöntjük iskolánk egykori igazgatóhelyettesét, dr. Aranyi Attilánét, aki szervezőként Gerő Tiborral együttműködve 35 éve életre hívta a művészeti tárlatokat iskolánkban. Tisztelettel felkérjük iskolánk igazgatóját, Mennyhárt Erikát, ossza meg a jelenlévőkkel köszöntő gondolatait. Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök minden megjelentet ezen a késő, őszies időn, kora délutánon, kinek hogy. 120 év, Neumann egy zseni volt. 35 év, ez is fajn fantasztikus. A kettőt a művészet is összekötik, Gerői Tibor és a Művészet Barátok Egyesületének személyében, aki egy fantasztikus ember. Az a csapat, amit összegyűjtött maga köré, amivel 73-ban elindították ezt az egyesületet, és ahogy pátyolgatja, támogatja, felkarolja a művészetet, a művészeket, és ahogy maga köré gyűjti azokat az embereket, akik között Évát is köszönhetjük, fantasztikus érzés. Fontosnak tartom azt egy iskola igazgatójaként, különösen egy informatikai technikum igazgatójaként, ahova, hát valljuk meg őszintén, jelentős részben fiúk járnak, hogy ne csak a kockasság legyen az ő életük része, hanem az érzelmeiket is megtanulják kifejezni. Ezekhez a gondolatokhoz nagyon-nagyon jó kapocs az, hogy minden évben, ahogy itt el is hangzott már a felvezetőben, évente kétszer a Művészet Barátok Egyesületével közösen Tibor gondos válogatását követően kerül ide jó néhány kép kiállításra. Ezek a képek itt vannak. Az életünk részeivé válnak pár napig, és a gyerekek életterében itt vannak ezek a képek. Van, hogy órán jönnek ki valamelyik tanárukkal, és körbenézik, megnézik, elbeszélgetnek róla, de a szünetben is itt van a lehetőség számukra, hogy nézelődjenek, és kialakuljon valamiféle kép azokról a helyszínekről, azokról az eseményekről, emberekről, akiket ezek a képek, vagy amelyeket ezek a képek ábrázolnak.
A képeket nem tisztem, erre nálam jóval nagyobb személyiség lesz majd kap szerepe, hogy elmondja a gondolatait és értékelje a kiállítást, én pusztán az érzelmekről beszélek most. Amiket most Éva kapcsán ezekből a képekből én érzek, az hihetetlen erő. Olyan mértékkel gonc a legtöbb kép, amit még nagyon-nagyon nem éreztem. Gyönyörűnek Éva. Árad belőlük a szeretet, a jó érzés és a jóra való buzdítás. És mi más lenne egy középiskola feladata azon túl, hogy némi tudással is felvértezze a diákokat, különösen az örökösen változó informatika világában tevékenykedő diákokat, mint hogy a jóra érzékenyé tegyük őket, a szépre érzékenyé tegyük őket. Azt gondolom, hogy ezeknek a kiállításoknak ez az egyik legfontosabb eleme, szerepe, feladata és tiszte. Ezek a képek tökéletesek. Abban a világban, amelyben most élünk. Hogyha ezek a képek és az ezekből áradó erő valahogy úgy ki tudna teljesedni, szerintem könnyebb dolgunk lenne. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattál bevezető gondolataimat. A kiállítás további részéhez a műsorhoz köszönöm mindenkinek, aki hozzátette azt, amit hozzá kell tennie. Élvezettel hallgassák a kis műsorunkat, és azután szeretettel látjuk önöket a képek megtekintése során. Örömmel üdvözlök mindenkit még egyszer az iskolában. Megnyitó műsorunk első részében a jubileumot ünnepelve a Művészetbarátok Egyesületéről emlékezünk meg, majd Gomola György verseinek segítségével, tolmácsolásával villantunk fel pár pillanatot Gerő Tibor munkásságából. 1973-ban a Fáklya Klubban a Magyar Rajzpedagógus Szövetség tagozataként jött létre a Műgyűjtők és Műbarátok köre, melynek alapítói között ott volt Gerő Tibor. Céljaik megvalósításának támogatására jött létre a Művészet és Barátai Alapítvány 1992-ben. Az Egyesület munkálkodásának utolsó három évtizedét dokumentálja az 1991-ben a Lakitelek Alapítvány támogatásával indított Művészet és Barátai Újság, mely összekapcsolja közösségüket és szimpatizásaikat. Már az első években 25-30 kiállítás rendezésével segítették a képzőművészeti élet szereplőinek bemutatkozását. Hagyomány teremtődött a Művészet Barátok mottóval jelzett kollektív kiállításokból, valamint az évszakokhoz kötődő csoportos bemutatkozásokból. Elevenítsük fel egy érdekes, izgalmas szakasz Gerő Tibor életéből, amely történet szimbolizálja a teremtő szándék, művészi akarat és szépség örök létezését. Az 1970-es évek elején a II. Kerületi önkormányzattól megvásárolt egy értéktelennek minősített meddőhálót, melyben meglátta álmai otthonát. Több évtizedes kétkezi munkájának eredményeként a kibányászott kövekből megalkotta az úgynevezett Gerő utcát, melyben egy több mint 50 éves juharfa, örökzöldek, gyümölcsfák, virágok, növények és egy mediterrán kőteraszkert öleli körbe a szintén kővel burkolt családi házat. Gomola György költő szavaival szólva. Meddőhányóból kertet teremtett, és ezzel megtette, amit ember legszebbet tehet. Cselekedett, alkotott, és nem áll meg pihenni. Villancsunk fel két részletet Gomola György vers ciklusából. Római és budai kertek. Rómában Prokop Péter festőművész teremtett művészi kertet, Budán Gerő Tibor rendet rakott a kőből, és házat emelt. Művészet otthonát megteremtők, mesében egymással éltek, sugárút Róma és Buda között, a tett példája e két kert. Szégyelni és örülni tanít, és mindkét kert tavaszba öltözött, zarándokhely két gyöngyváros fölött. Gerő utca 1-ben. Festők, költők és más...